A róka és a vadkacsák. Népmese. Egyszer a róka séta közben a tópata ért. A tóban vadkacsák úszkáltak. Amint meglátta a róka a vadkacsákat, mindjárt kecsöp a csenyére fájt a foga. Gondolkodott, hogyan fogadna legalább egyet közük. Tudta, hogy a vadkacsák nagyon kíváncsiak, ezért így kiáltott nekik. Kedves kacsácskák, gyertek közelebb, mondok nektek egy tanulságos mesét. Halljuk mi azt a mesét innen is, felelték a vadkacsák, csak mondjad. Állj, túl messze vagytok, nem tudok annyit kiabálni. Jöjjön ki közületek egy, annak majd a fülébe sugom. Azt pedig utána elmesélje a többieknek is. De okos jöjjön rám ki, mert ha nem okos, akkor könnyen elfelejti, mondta ravaszul a róka. Erre a beszédre a vadkacsák mindannyian kijöttek a partra, ugyanis mind okosnak tartotta magát. A róka pedig, amelyik legközelebb volt hozzá, hopsz, megfogta, többi pedig ilyetten szétrebbent. Na kacsácskák, nem tetszett a tanulságos mesém? Kiáltott utánuk száját nyelva a róka.